Évről évre egyre nagyobb sikert adott az újfehértói lakosok és a környező települések körében egyaránt az újfehértói fürtös fesztivál. Idén annyira nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, hogy a vasútállomáshoz külön buszjáratokat szerveztek, amelyek a főtérre szállították az érdeklődőket. A szervezők közel 5000 embert vártak, akik finomabbnál finomabb meggyes ételeket kóstolhattak. 20 és 30 közé esik a meggyes ételeknek a száma. Most ebbe én beleértem nem csak az ételt, hanem a süteményeket is. Úgyhogy nehéz dolgunk lesz, hogy eldöntsük, hogy ki milyen kategóriában milyen díjat érdemel. És természetesen úgy gondolom, hogy a délutáni kísérőprogramok azok csak emelni fogják a mai napnak a fényét. A hagyományokhoz híven idén is volt helyi ízek utcája, újfehértói terméksátor és vidámpark. Újfehértó 4 testvértelepülésének delegációja is részt vett az eseményen, közülük 2 csapat főzött is a kilátogatóknak. Voltak olyanok, akik első alkalommal mérettették meg magukat a főzőversenyen, de voltak rutinos résztvevők is. Az Aranyos Nyugdíjas Egyesület minden évben részt vesz ezen a rendezvényen. 40-45 taggal vagyunk jelen. Reggeltől délutánig csoportosan készültünk erre a kis főzésre. Erdélyi tárkonyos zöldséglevest főztünk, és 8-10 egyesületi tagunk különböző meccsüteményeket készített. A nap folyamán folyamatosan cserélődött a közönség. Délelőtt a főzőcsapatok tagjai vették birtokba a múzeum kertjét, ebéd után a gyerekek élvezhették a Gombóc együttes műsorát, a napot pedig egy élő huligánsz koncert zárta.